A Székesfehérvári Művészek Társaságának elnöke tette le a szervezet tagjai nevében Áron Nagy Lajos emléktáblájánál tiszteletük jeleként a koszorút. Az ünnepség megemlékezéssel kezdődött a Munkácsy Mihály díjas festőművész születésének 110. évfordulóján. Áron Nagy Lajos a város egyik legnagyobb képzőművésze. Volt, illetve jelenleg is, mivel kortárs művei velünk együtt élnek, 110 éve született Áron Nagy Lajos. A fehérváriak a mindennapokban, a színházban láthatják az egyik legnagyobb művét, a Csongor és Tünde pannót az emeleti társalgóban. Vele találkozhatnak. Ez 1963-64 óta díszíti ékessége a Vörösmarty Színház épületének a társalgóját. Az ünneplés egy beszélgetéssel folytatódott a Vörösmarty Színház kávézójában, ahol Gábor Gina újságíró vezetésével a társaság elmúlt 30 évéről volt szó, többek között Ecsedi Mária, Aranygold Zoltán és Végvári Beatrix közreműködésével. A Székesfehérvári Művészek Társasága tavaly volt 30 éves, akkor nem sikerült egy ünnepi rendezvénysorozattal ezt nekünk önmagunkat megünnepelni, így úgy alakult, hogy Áron Nagy Lajos ezen a napon született 110 éve, így erre a napra összpontosítottuk azokat az eseményeket, ami a társasághoz tartozik, és így koszorozunk, és ezután a Vörösmarty Színházban kiállítást is megnyitunk. A beszélgetést követően megnyitották a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak Színművek című tárlatát a Vörösmarty Színház galériájában, ahol olyan művészek alkotásait láthatjuk, mint Végvári Beatrix, Újházi Péter vagy Mosberger Róbert. A Székesfehérvári Művészek Társasága a város legmeghatározóbb képzőművészeti társasága, melynek tagjai a rendszerváltás óta jelentősen hozzájárulnak az egyre színesedő kulturális élethez. Állandó kiállítóhelyük a Pelikán Galéria, ahol havonta rendeznek tárlatot.